Amikor ezt az ünnepséget szerveztük, akkor akit szerettünk volna fölkérni az ünnepi beszédre, az csak úgy tudta elvállalni ezt a mai ünnepi beszéd megtartását, hogy kérte, hogy a délután 16 órakor legyen ez a rendezvény itt Ráckevén. És azért is rendhagyó, hiszen ez most nem csak Ráckevárosi Önkormányzatának az ünnepsége, hanem egyben a Keresztény Demokrata Néppárt Pest megyei szervezetének az ünnepsége is. Én ezúton is köszöntöm azokat a résztvevőket, akik a megyéből érkeztek erre az ünnepségre. A mai ünnepségben szeretném megköszönni azoknak, akik a rendkívül időjárás miatt ebéd után került véglegesítésre az, hogy nem az épület előtt, ahol szoktuk az ünnepséget megrendezni, hanem mint bent az Adelmi Gimnázium torna termében. Az ünnepségnek a szónoka dr. Garacki András államtitkárunk lesz, a Keresztény Demokrata Néppárt Pest megyei elnöke. Kérem, foglak engedt szeretettel. Százhatvannyolc esztendővel ezelőtt Pesten a magyarok történelmét írtak. Ám miközben a párizsiak, a bécsiek és a prágaiak csak úgy Petőfisen lázadással és fegyverrel próbálták lerázni magukra az elnyomást, addig Pesten a magyarok vértelen átmenetet, végtelen és csendes átmenetet a reformokon gondos előzetes felkészülésével, tájolásokkal, nem szélsőségesen gilibákokat kergetve, hanem reális megoldási javaslatokkal hajtotta végre. A forradalom szabadság harcára válásának történetét nagyjából ismerjük. 1848 őszétől a korábban alkotmányos úton kivívott szabadságjogainkat a Habsburg ház már fegyveresen akarja megsemmisíteni. A magyarok jelszava ekkor már a világszabadság volt, amit Petőfi is megénekelt 1846-ban az egy gondolatlát engedett című versen. A magyar ügy európai nemzetközi ügyé vált. Hóvik Lajos honvéd altábornagy 1849 során Szegeden ilyen szövegű hadparancsot adott ki. Harcunk, amiért Európa két elbízott hatalmasságára ellen vezetünk, nem a nemzetiség, hanem a közszabadság harca. Az abszolutizmus ellen és minden elnyomás ellen. Győzelmeink, elődiadalai a világszabadság. Mindenki tudta, hogy Európa szíve dobog a magyar ügyben. Úgy voltunk legjobban európaiak, hogy magyarok voltunk. Magyarságunk vállalás adta meg európaiságunk lényegét. Joggal évadta tehát Petőfi ezeket a sorokat 1849 jogáján. Ha mi fényünk nem dobogna a véghetetlen éjjel át, azt gondolhatnánk fönn az égben, hogy elegyezhet a világ. Kis Öltember, Kláner, Lázár, Vilmos, Aulik, Nézics, Nagy Sándor, Svejdl, Török, Dezsőfi, Róf, Bécsei, éljen a magyar szabadság, éljen a hal.